Egy celti szocidentális, egy nyugati ostorfa van, egy óriási példány, itt mellette pedig egy fiatal, ez valószínűleg magon, vagy sarjról hajtott, és hát óriási. Hát ha így most kicsit körbenéznek, akkor ne szerénkedjünk, vagy ne mondjunk többet annál, mint amit látunk, kérem szépen. Ez egy ilyen bérházas övezet, omlik a vakolat, szóval Budapesten nagyon sok ember él így. Látható, hogy ezeken a területeken, hát most nézzék meg ott a szomszédnál, és ott a borostyán ott van, picik ablakai kitörve, hát szóval ez egy ilyen budapesti valóság. A helyzet azonban az, hogy ami egyáltalán érhetővé teszi ezt a környéket, az, hogy itt vannak ezek az óriási fák. Igen, de ezek az óriási fák, ezek ugye nőnek, növögetnek, mindenféle külső segítség nélkül, és hát hozzáérnek a házhoz. És akkor nagyon sokszor jön a kérdés a társasági lakóktól, vagy a közös képviselőtől, hogy hát ki kéne vágni, vagy mit kéne vele csinálni. Kérem szépen, röviden, tömören, szakmailag összefoglalva, Isten ments, hogy kivágjuk ezeket a fákat, hiszen gyönyörűek. Azt lehet tenni, hogy ezek a például a nyugati ostorfák kiválóan tűrik a visszaifítást, tehát egész nyugodtan mondjuk egy 3-6 évente egy alpin technikás csapatot föl lehet oda küldeni, vegetációs időszakon kívül egy gyakorlatilag jó laposan vissza lehet nyerni. Kérem szépen, ez egy óriási, nagy, fantasztikus, zöld tömeg, amihez tulajdonképpen nem kell se növényvédelem, se öntözés, se semmi, mindegyiket picit persze segítenénk a tápanyag is, de gyakorlatilag egy, hát nézzük meg, hogyha ugye ennyire gondozzák általában, hogy a társaságok ugye belső kertjeiket, akkor nyilván nem fognak erre költeni, de ez önmagától is el van, ha ez vissza van pár évente ifítva, akkor gyönyörűen ki tud lombosodni, zölden tud vidítani, és kérem szépen tulajdonképpen van egy óriási nagy zöld felületünk. Tehát ezeket bármilyen közel is vannak a házhoz, ameddig jó állapotban vannak, és ezek még fiatal felnőtt példányok, pár évtizedesek lehetne csak, addig kérem szépen ezekhez ragaszkodnunk kell, csak meg kell szabni nekik a határt, hogy eddig és ne tovább, ezt egy ifító meccéssel kiválóan meg lehet tenni.